Szeretettel köszöntöm a tisztelt nézőket. Önök NB2-es bajnoki futszál mérkőzést tekinthetnek meg az elkövetkezendők folyamán. A Csengér Petőfi DSS-e csapata a Dunakeszi Kinizsi Futszál Klub Kft. Csapatát fogadja itt a mai napon. Zöld-fehérben természetesen a hazai csengeri csapat, és piros-fehérben pedig, tehát a vendég Dunakeszi csapatát. Ismerkedjünk akkor az összeállításokkal. A hazai csapatnál 73-as Szabó József a kapuban, 21-ese Pálfi István, 22-essel Balog Árpád, 44-essel Bodó Rihár, 95-össel Juhász Norbert. Cserepadon kapott helyet 1-essel cserekapus Juhász Sándor Sanka, 2-essel Katona Pál, 8-assal Garda Péter, 13-assal Balog Zsolt, 17-essel Lengyel Marcel, 90-essel Szilágyi László. A csapat szakvezetője Szilágyi Sándor, segítője Varga Valentin, a technikai vezető, és hát ugye említsük meg Győri Gábornét, Rozikát, az egészségügyi személyzetet, az egészségügyi mindenest, a csapat Póta Nyuciát, aki egyébként éppen most ünnepli a születésnapját, hát a jó Isten éltesse őt nagyon sokáig, erőben, egészségben. Azt kívánjuk a mi drága Rozikánknak. No akkor nézzük a Dunakeszi Kinizsi Futszál Klub Kft. Csapatának az összeállítását. 31-essel a kapuban Borsi Dávid András, 4-es Szente Tamás, 7-es Vita László, 10-essel Mak Levente, 91-essel Gémesi Áron. A cserepadon kapott helyet a cserekapus 21-essel Komáromi János, 17-essel Krizsán György, 18-assal Beke Zsolt, 23-assal Somorjai Attila és 38-assal Frech Attila. A csapat vezető edzője, aki hát én úgy gondolom igen szép foci múlttal rendelkezik, Kénoszt Ferenc, segítője Mendebaba Olivér. A mérkőzést Vicián Mátyás vezeti, a másik játékvezető Flinta Zoltán, és Belica Bence Péter az időmérő. Hoppá, Pálfi a gólvonalon mentett, nagyon nagy mentés volt. Gémesi kapja a labdát. Levágódik a lövése, és ügyesen oldotta ott meg. Szente, aki kiengedte a labdát, Bitán áll a labda. Maktól kapja vissza. Vita, szép gól. Ügyesen oldották meg, nagyon szép játék volt, el kell ismerni. Bita és Mak voltak azok, akik egy tökéletesen kivitelezett támadást építettek fel. Mak Levente tehát, aki a Dunakeszi csapatának megszerzi a vezetést. A Dunakeszi ugye most került ebbe a csoportba. Egyébként a két klub között jó kapcsolat. Régebbi múltra is visszatekinthető kapcsolat áll fenn. Egy labdaszerzés Pálfitól, Juhász Norbi. Pálfi lő kapufa! Hú, de szépen csinálták ezt most Juhász Norbi és Pálfi. És alig, hanem még a kapus is hozzáért, és hozzá bizony, nem véletlenül hozhatta a játékba labdát a csengeri csapat, Pálfi bombája ezt fölé száll. Gyönyörűen csinálta Juhász Norbika és Pálfi ezt a támadást, hogy kivitelezték. Ez talán azt hiszem, hogy gólt érdemelt volna. A szurkolókra nem lehet panasz! És kiegyenlít! Kiegyenlít a Csengér csapata egy egészen elképesztő találattal. Balog Árpi! Hihetetlen! Mekkora önfeláldozó készség volt ez Balog Árpitól. Balog Árpi! Hát azt hiszem, hogy joggal söpörheti be az elismeréseket. Bravo Árpi! A harcosság diadala, a harcosság jutalma. Ez a találat. Hát ugye nem lehet azt mondani, hogy ez most minden idők legszebb találatai közé fog itt tartozni, de hogy roppant értékes gól, de hogy ez nagyon-nagyon sokat számít a csapat jelenlegi helyzetében. Azt hiszem, ezt senki sem vitathatja. Bravo Árpi! Maximális
dicséret Balog Árpinak, aki valahol a semmiből, de kiegyenlített. Hát ilyen a foci, ilyen a futszál is. Azért, halka hozzáteszem, belehibáztak itt tisztességgel a dunakesziek. Figyelmetlenség volt ez a részükről. Nem először egyébként már, amit itt lehetett tapasztalni. És erre azért csengerben le tudnak csapni. És bent van a második! Megint egy figyelmetlenség! Hát ilyetetlen Balog Árpi! Bodó Ricsi is nagy dicséretet érdemel! Egészen elképesztő! Ilyen rövid időn belül két ekkora hibát véteni, mint amit a dunakesziek csináltak. Hát ez hihetetlen. Egy maga biztosan futballozó vendégcsapat, amelyik teljesen összezavarodik. Egy hiba miatt kapott góltól, és hibára halmozva elkövetik a következőt. És mondom, azért a csengeri játékosokkal szemben az ilyen nem megengedhető. Mert a csengeri csapat játékosai az ilyen hibát ki tudják használni. És most a csengeri csapat úgy feltüzelődött, hogy majdnem a harmadik gólját szerzi. Pálfi lövését védi bravúrral Borsi kapus. Hát ezt nem gondoltam volna. Tisztelt nézők, Szilágyi Sándor fiai mindig, de mindig tudnak valami meglepetéssel szolgálni. Hát ezért szeretik ennyire ezt a csapatot itt Csengerben. Ezért szeretik ennyire ezt a csapatot itt Szatmárban. Csenger Dunakeszi tehát 2-1. Balog Árpi egyelőre a meccs hőse. De borzasztó sokat dolgozik Bodó Ricsi, és ugye majdnem szinte végig pályán óriásit küzd. Szokás szerint szinte lehet mondani. A két erdőháti fiú összehozza tehát a második gólját és a Csengernek. No, hát átvette a vezetést a csengeri csapat, hölgyeim és uraim, tisztelt nézők. És az utolsó 5 percen belül vagyunk az első félidő rendes játék idejét illetően. Pálfi bombája fölé. És látom, hogy szinte a csapat a Szilágyi Sanyi barátomat is tűzbe hozta. Óriási küzdő ez a csengeri csapat, hihetetlen. No, előny a hazaiaknál. Én úgy érzem, egy picit túlzottan is elkényelmesedtek a vendégek. És lám, félváról venni soha egyetlen pillanatig sem lehet egy Csenger elleni meccset. Na hát a közönség az meg most már aztán extázisban. Ezt talán mondanom sem kell. No, Bita! Somorai! Borsi kapus. Bita durcáskodik, hogy vele szemben, mintha szabálytalankodtak volna. Amíg ő durcáskodik, a csengeriek felépítenek egy támadást. Ott a gól! Ott a gól! Balog Árpi visszaadja Bodó Ricsinek a gólpassz. Hihetetlen! Durcáskodó dunakesziek, gólszerző csengeriek. Balog Árpi megpaskolja Bodó Ricsit. Visszaadja a gólpassz. Szenzációs ez a két fiú. Hihetetlen, amit csinálnak. Viszik a hátukon a csapatot. Somorai. 3-1. Hát, mondom, mindig tud ez a csapat meglepetéssel szolgálni. És hál' Istennek jóval több pozitív meglepetéssel, mint negatívval. Tisztelt nézők, megkezdődött a második játékrész tehát. Itt Csengerben és Bodó Ricsi előtt már is egy gólszerzési lehetőség, ami egy jó kezdet tehát a második félidőben itt a Csenger Dunakeszi NB2-es bajnoki futszál mérkőzésen. Mondhatnám, hogy a csengeriek ott folytatják, ahol abba hagyták. Bizony, ez helyzet volt a javából. No de figyeljünk, Szabó Józsi! Bravo!
Szabó Józsi bravúrja. Somorai bombáját hárította. Érdekes meccs, no, tegyük hozzá. Küzdés van, kiáltja kórusban a Csenger futszál fanatik, és kérem, tényleg küzdés van. Bita Szente. Merész fiú Bita. Mak vissza Bitához. Szente. Gémesi. Itt a szépítő találat. Gémesi aztán először kapufát lő. És Mak Levent a második gólját szerzi a Dunakeszi csapatából egyébként. Gémesi természetesen minden dicséretet megérdemel. Oroszlán részt vállalt abban, hogy a második gólját megszerzi a vendégcsapat. Na de hát, ahogy szokták mondani, hogy be is kellett ezt Maknak rúgnia, és azért a mai napos láttunk már ilyen zicsert kihagyni is. Bita fejeli vissza a labdát. Most bizony nagyon jó helyezkedett Bita, aki azért egyfajta szellemi vezére a Dunakeszinek. Szente elveszíti a labdát. Barda Péter próbálta megjátszani Balog Árpi, Gémesi. Bita. Gémesi ellövi. Sárgalapos figyelmeztetés Maknak. Flint a játékvezető. Újabb sárga tehát a vendégeknek. Akik egyébként szabad rugást reklamáltak volna itt az előző szituációnál. Szente nyugtatgatott mindenkit, játékvezetőt, csapattársat. Na nézzük! És a csengeri csapat hozhatja játékba a labdát. 3-2-re vezett tehát a Csenger a Dunakeszi ellen. Egy gólra felzárkóztak a vendégek. Garda Peti. Harcos volt! Bodó Ricsi. Jói. Ez alaposan fölé szállt. Bita. Szente. Mak. És Szente belövi. Hát bizony cicázott ott tisztességgel. Most ott Szente az idegeinkkel. És Szente Tamás aztán kiegyenlít. 3-3 tehát a találkozó állása. 13 perc, 16 másodperc van hátra a találkozó rendes játék idejéből. Feljöttek tehát két gólos hátrányukból a vendégek. Ugye óriási teher most az alapembereken, akik, hát gondolok itt Pálfira, Bodó Ricsire, ugye Balog Árpira, akik most bizony nagyon keveset tudnak pihenni. Az átlagostól is többet kell a játéktéren tölteniük. Reméljük, hogy erővel fogják végigbírni. Persze keveri azért Szilágyi Sanyi a kártyát időközönként, és többször én gondolom jól is nyúlt vele a meccsbe. Pálfi. Pálfi még mindig. Borsi. Jól jött a vendégek kapusa. És Szabó Józsi is jól jön. Na, náhogy jól jön Szabó Józsi. Bizony, hogy nagyon jól jött Szabó Józsi. Egészen jól jött Szabó Józsi. Szóval. Na, hát lesz itt még izgalomban részünk.
Somorai jelesik, nincs szabálytalanság, Katona Pali mellé! És jön Balog Árpi vissza, picit szusszan. Jön tehát ismét az úgynevezett alapsor, ugye Sanka a kapuban, Pálfi Pista, Bodó Ricsi, Balog Árpi, Juhász Norbi. No! Bodó Ricsi. Ajjajjajjaj, ha eljutott volna Ricsihez. Piros lap, Bodó Ricsit kiállítják. Bodó Ricsit kiállították. No, ez nem hiányzott itt a hajrára. 2 perc, 17 másodperc van hátra a találkozó rendes játékidejéből, a tiszta játékidőből. Bodó Ricsi piros lapja tehát. Hát Balog Árpi, te már nem fogod tudni erről fint a játékvezetőt meggyőzni. A Dunakeszi időt kér. Bodó Ricsi barátnője lerohan a lelátóról. Illetően 3-3-as mérkőzés állás. Időkérdés lesz a Csengernél. Gémesi Szente. Újabb nagy mentés. Ha eljutott volna Juhász Norbiig. Juhász Norbi. Bita. Szente. Bita. Gól. Mak. Mak harmadik gólja. 4-3 arányban vezet a Dunakeszi csapata. 16 másodperc van hátra. Nem bírtuk ki. Mak, aki a meccs egyik hőse, megszerzi a vezetést. 16 másodperc a véget. Jön is Somorai a helyére azonnal a Dunakeszi csapatának. Na nézzük, fiúk! Lehet-e csodával reménykedni? Kiegyenlíthetünk-e? Egy időkérés, hihetetlen! Na, Szilágyi Sanyi! Volt már, hogy bejött. Na hát, hátha, valami csoda. Most is még a Csenger segítségére lenne. Na nézzük, megindulnak, megindulnak. Juhász Norbi. Sanka is elől. Bálfin, senki. Szilágyi Laci is lehelyezkedik oda. Még egy törlés lesz, hogy idegeink tovább feszüljenek pattanásig. Na nézzük! Balog Árpinak kiállt valamit Szilágyi Laci. Itt Árpinak egy lövése nagyon fontos momentum lehetne. Borsi megfogja! És még összejött egyébként egy gyönyörű lövés. Összejött egy gyönyörű lövés még. Sanka feldobja. Itt a vége. Tisztelt nézők, 4-3 arányban a Dunakeszi csapata legyőzi a Csengert, az óriásit küzdő csengeri csapatot. Az ezer sebből vérző, nagyon-nagyon fokhiasan tudott ugye ma kiállni a hazai csapat. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy minden dicséretet megérdemelnek Szilágyi Sándor fiai. Azt hiszem, amit lehetett, azt kihozták ebből a meccsből. A Dunakesziek örülnek, a Dunakesziek boldogok. Megnyerték ezt a mérkőzést, de meggyőződésem az, hogy a hazai publikum
ennek ellenére nagyon meg fogja ünnepelni a hazai csapatot. És akik velünk együtt tartottak és megnézték ezt a meccset, talán alátámasztatják, hogy ezek a fiúk meg fogják érdemelni az ünneplést, még akkor is, ha kikapott ma a Csenger. Szeretettel köszöntöm Szilágyi Sándort, a csengeri futsal csapat szakvezetőjét. Sanyi, kikapott a csapat, de én, hát ahogy a közvetítésben is erről beszéltem, ez az a meccs, ahol én azt hiszem, hogy a vesztes csapatot is meg kell dicsérni. Óriásit küzdöttek fiaid, hát finoman szóval sem a legjobb előjelekkel készültetek erre a mai mérkőzésre. Most nem arra gondolok, hogy győztetek a múlt héten Újpest, amihez külön gratulálok ezúton is az újpesti csapat ellen, hanem hát itt annyi sérült, annyi hiányzó, és hát ilyen olyan okok miatt ugye távol lévő labdarúgód lett, hogy itt valóban azon kellett már gondolkodni, hogy egyáltalán kiket tudsz a pályára küldeni. Én azt hiszem, hogy mindezt figyelembe véve ezek a srácok itt ma óriás akarat erőről tettek tanúbizonságot, példás volt a hozzáállásuk. Egyetlen egy gól döntött a hajrában, el lehet mondani. Nagyon-nagyon szomorú lehetsz most, és ezt meg is értem, de azért valahol azt hiszem büszke is vagy fiaidra. Köszöntöm a nézőket. Rettenetesen nehéz most bármit is mondani, Attila, megmondom őszintén, és hülyeséget meg nem nagyon akarnék. Egy biztos, most mondtam el a srácoknak bent az öltözőben, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk, és mindenki emelt fejjel mehet ki ebbe a sportcsarnokban ma este, és én azt hiszem, hogy még talán büszkébb, mint amikor nyerünk. Tehát mindenki tudta a helyzetünket, és aki itt volt a csarnokban, szerintem tudta a helyzetünket. Ugye sajnálatos sérülések, Osvát, Gál Krisztián, múlt héten Rigó Attila nagypályán, ugye kiestek. Hétvégén Pangotait kiállították nagypályán most, tehát ennyien maradtunk. Ugye tulajdonképpen 4 stabil futsalos, egy visszatérő öreg fiúk játékos, aki már nem az igazi a sebessége, de jött persze Pali is, azonnal segített. Egy Garda Peti, aki az IFI-be játszott a felnőtt, még nagyon keveset, meg Balogh Zsolti, Lengyel Marci, aki szinte még semmit nem játszott a futsalban, és ugye Szilágyi Laci, akinek tudjuk milyen a dereka, sajnos nem 100%-os, Laci. Így vágtunk neki ennek a meccsnek. Nagyon nagyot küzdöttek a fiúk. Ugye vezettünk 3-1-re fél időben, és tudtam, hogy el fogunk fogyni, tehát ezzel tisztában voltam. Ugye, és sajnos, ahogy fáradtak a fiúk, jöttek is, a gólok egyenlített a Dunakeszi, de ezt mindenki látta és láthatta. Sanyi, viszont egy icipicit vidámabb dolog, ez egyetlen egy gondolat erejéig térjük már vissza ahhoz, hogy ugye számodra, mint zöld-fehér szimpatizáns és óriási a zöld-fehér érzelmi ember számára, az elmúlt héten volt egy olyan nagyon-nagyon röviden egy-két gondolatban, egy olyan Újpest elleni kirándulás, amit azért a csapat, hát szintén egy roppant drámai meccsen behúzott. Azt hiszem azért az a meccs valahol azért nagyon-nagyon nagy élményei közé tartozik az életednek. Igen, nagyon. Ott is tulajdonképpen ugye 6 játékossal voltunk, és Sziszi ott sem volt teljesen egészséges, tehát tulajdonképpen ott is 5 ember brusztolta ki a meccset. Nagyot küzdöttek ott is a fiúk, igen, nagy élmény volt megvenni az Újpestet, de el kell mondjam, és üzenem Tukacs Lacinak, hogy ilyen szimpatikus csapattal még nem is nagyon találkoztunk a bajnokságot. Tényleg egy rettenetesen sportszerű, annak ellenére egy nagyon küzdelmes és férfias meccs volt, és tényleg azt mondom, hogy megszereztük Újpesten a győzelmet, de nem mindenki fogott sem nyerni. Kérdés, hogy most ez mit ér. 2 hetet pihenünk, 2 hét múlva a hazai pályán fogadjuk a Gödöllőt, megpróbáljuk összedrózni a sérültjeinket, megpróbálunk valahogy kiállni és játszani egy jó meccset a Gödöllővel. A mai mérkőzés az a Dunakeszi Kinizsének gratulálok, és nagyon sok sikert kívánok nekik a továbbiakban is. Rájuk természetesen nem tudok haragudni, nem haragszom én senkire egyébként, csak egyszerűen értetlenül állok dolgok előtt. Csodálatos volt ma este a közönségünk. Utolsó pillanatig együtt lélegeztek a csapattal, és már azt hittem, hogy Nagy Sanyi beugrik, vagy Szatko is befejel itt a végén, itt a kavarodásból a gólt. Szerintem, hogyha még az erejük engedte volna, akkor beszaladnak, és valahogy befújják a kapuba labdát, úgyhogy nekik nagyon-nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy azok, akik eddig kitartottak mellettünk, és akik a csapat mellett vannak, és a csapatért szurkolnak, azok ezután is itt lesznek velünk. Köszönöm nekik a ma estét, és 2 hét múlva Gödöllő ellen találkozunk.